Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok-e. Jöjjön, hogyan állítsuk meg a helikoptert, hogyan kerüljük el a helikoptert, és úgy nagy általánosságban hogyan védekezzünk a helikopter ellen Code 4-ben, illetve Code 4 Remastered-ben. És ebben a videóban olyan információkat fogok nektek elmondani, hogy lássuk csak, 9 év fennáll, Code 4 fennállása óta vannak, illetve lesznek olyan emberek, akik tévesen tudják a dolgokat a helikopterből, és most ezeket a tév eszméket szeretném megcáfolni. Gyakorlatilag, hogy nem úgy van, ahogy eddig tudtad, hogy van a Code 4-ben a helikopterrel kapcsolatban. Nos, srácok, továbbá egyben kaptok egy tippet is a Shipment nevű pályára. Ugye a Shipment talán az egyik legfrusztrálóbb pálya Call of Duty 4-ben. Nagyon nehéz olyan fegyverösszeállítást találni, amivel nyertesen lehet kijönni arról a pályáról. És ki nyeri meg a Shipmentet? Ki az, aki megnyeri a Shipmentet? Mindig az, aki lehívja az első Airstrike-ot, és behívja az első Helid, az a csapat szinte biztos, hogy dominálni fog a pályán, de hogy ezt elkerüljök, te lehetsz az az egyetlen egy okos ember, hogy ezt elkerüld és hogy megcsináld. Beszélgessünk akkor arról, hogy hogyan dönt a helikopter arról, hogy téged lőjön le, vagy ne téged lőjön le, mert erre van egy meta adat, ami be van víve, hogy hogyan válogat a helikopter. Több ilyen adat van, amire neked figyelned kell. Az első és az legszomorúbb tényező, amitől én idegbajt kaptam Call of Duty 4-ben, tehát van az az érzésed, amikor heli átok ül rajtad, érted? Az, hogyha benne vagy az első háromban. Ha az első háromban vagy benne helyezésileg a helikopter, tuti biztos, hogy legalább egyszer kiszed. Ha az elsőben vagy, akkor kurva sokszor ki fog szedni a helikopter. Utálni fogod az helikopter. Tehát ne légy első három helyezetbe. Ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ha az első három helyezet vagy, bújj el. Bújj el, mert ha nem, a helit 100%-osan rád fog lőni. Még olyan is van, hogy senki más nem öl meg a csapatodban, hogyha te el vagy bújva, és benne vagy az első három helyezetben, és főleg, hogyha első vagy, csak ha elbújsz, észreveheted, hogy a heli szinte senkit nem fog lelőni a csapatodban. Ez a durva. Nos, az egyik ez. A következő funkció, ami alapján a heli válogató kit lőjön le, az az összeállítás. Hogyha nagyon durva összeállításod van, mondjuk mit gondolok itt AK, Stopping Power, Steady Aim és háromszor frag, akkor gyakorlatilag a heli azonnal le fog lőni. Tehát a nagyon durva összeállításokat, nagyon asszoltus, nagyon úgy értem, hogy nagyon kemény összeállításokat is szokta szűrni a helikopter. Erre is érdemes figyelni. Tehát érdemes figyelni. Nem tudsz olyan nagyon mit csinálni igazából, mert ha nyerni akarsz, akkor csinálsz magadnak egy olyan fegyver összeállítást, hogy nyerni kell, vagy nyerni lehet, de akkor számíts arra, hogy a heli szeretni fog. Ha benne vagy az első három helyzetben, a heli szeretni fog. Szóval ilyen ha nagyon durva eltérő statod van, tehát nagyon nagy a KD arányod, a heli szeretni fog. Így működik a Code 4-ben, illetve a Code 4 Remasterben a helikopter. Ez változott Call of Duty Black Ops 2-nél, ha jól emlékszem. Black Ops 2-nél már random válogatnak a killstreakek. Az alatt lévő Call of Duty-nek egészen Code 4-ig, ugye a killstreakek gyakorlatilag szinte mondhatni, hogy mindig az első három helyzetet ölik meg. Így is lehet mondani. Na de viszont, hát nincs pánik. És most jöjjenek a tévhitek felsorolása. Az emberek tévhitből azt hiszik, hogy ha stopping power-t raknak a fegyverükbe, akkor gyorsabban szedik le a helit. És most íme az én kihívásom számotokra, tegyétek be azt a redve stopping power-t, vegyetek egy RPG-t, egy RPD-t, egy M60-at, bármit, rakjatok be a stopping power-t, menjetek el kodnégyezni, és próbáljátok meg lelőni a helikoptert, és nézzétek meg hány golyóból, pontosan lehetőleg ne lőjetek mellé, és nézzétek meg pontosan hány golyóval szeditek le a helikopter stopping powerrel, majd vegyétek ki a stopping powert, és üzenet a fegyverrel, nézzétek meg, hogy hány golyóból szeditek le a helikoptert, és hogyha netán megegyezik, max egy-két golyó eltérés, ugye mert mellé is lőhetsz, ha netán megegyezik, akkor kezdesz csodálkozni, hogy a stopping power miért nem működik a helikopterem. Nos, és most állom el nektek, nem fog működni a helikopteren a stopping power. Nem fog működni. Ugyanannyi golyóval lövöd le, mint stopping power nélkül. Értitek? Te nem működik a helikopteren a stopping power. A következő dolog, amit szoktak az emberek csinálni, fogják is az RPG-vel két golyó, tehát ez is egy tévhit, berakják a Sonic Boom
a Sonic Boom-ot, mert hogy azt hiszik a Code4-esek és a Code4 Remastered sokra, azt hiszik, hogy a Sonic Boom az felerősíti a robbanó anyagokat. A Sonic Boom nem erősíti fel a robbanó anyagokat, hanem csak kiterjeszti a hatásköröket. Ugyanolyan erősek, de kiterjeszti a hatásköröket. Ezért egy Sonic Boom-mal felszerelt RPG nem fogja egy lövésből leszedni a helikoptert, hogyha a helikopter full életen van. Értitek? Nem fogja, mert csak hatáskört növel, nem erősebbé teszi azt a bizonyos robbanó anyagot, gránát, RPG, mindegy, C4. Újabb újítás, Code4 Remasterben C4 rá fog ragadni a helikopterre. Nagyon fontos, C4 rá fog ragadni a helikopterre. Következő dolog, ami lényeges a helikopterről tudni, abból a szempontból, hogy le lehessen szedni, hogy a helikopternek Code4-ben 1100 élete van, amiből a helikopter egy bizonyos mennyiséget felhasznál armorként. Tehát gyakorlatilag, ha lövöd a helikoptert, el fogja nyelni a golyóidnak a sebzésének 60%-át. Egészen addig, amíg az élete a helikopternak el nem éri azt a nagyjáboli 50%-ot. Szóval mondhatni, hogy kurva sok élete van a helinek, mert elnyel egy csomó golyót. De a heli élete 1100 összesen, és van neki némi armorja. Na most a Wikivédia azt írja, hogy a helikopternek 550 armorja van Code4-ben. De ez nem igaz. Logikus lenne, mert hogy ugye az életének a fele 550, 1100-nak a fele 550, annyi armorja van. De ez nem igaz. Ha belenézel a Code4 fájljaiba, ahol megvan határozva, hogy mekkora élete van a helikopternek, és ha megkeresed azt, hogy mekkora az armorja, akkor látni fogod, hogy 500. Csak 500 armorja van a helikopternek, nem 550. Ezek viszonylag lényeges adatok, hogy megértsd, miről beszélek. Na most. Így egy kicsit már azért érteni lehet, hogy miért nem jó a Sonic Boom, miért nem jó a Stopping Power, stb. Érted? Mert gyakorlatilag elnyeli a sebzést. Na most. Az is értelmetlen, hogy mivel 1100-a van, 1100 élete van a helikopternek, azt se értem, hogy az emberek miért két RPG-t használnak a helikopter leszedéséhez. Már eleve értelmetlen, ugye? Tehát 1100 életre. Mert az RPG 1000-et sebez. Értitek? Tehát kb. 3 és 4 golyó között kell minden más fegyvernek ahhoz, hogy belelősz egyet egy RPG-vel a helibe, fogod a fegyveret, pif, 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 és a helikopter le van zuhanva. Értitek, amit mondok? Szóval így lehet első módon könnyedén leszedni a helikoptert. A következő és leglényegesebb információ, macskabugyi mindazok számára, akik megnézték eddig a videót, és direkt hagytam a végére, írjátok le a kommentbe, hogy macskabugyi, ez fontos, akik megnézték eddig a videót. A következő dolog, amivel gyorsan és effektíven le lehet szedni a helikoptert, továbbá egy shipment tökéletes összeállítás, az, hölgyeim és uraim, példának okával egy light machine gun. Én személy szerint az RPD-t kedvelem. Egy RPD felszerelve double tappel. Mivel hogy ugyanannyi golyóba fog kerülni stopping power-rel és stopping power nélkül is, hogy leszedjél egy helikoptert, így aztán kurvára mindegy, hogy rajta van-e vagy nem, ezért én egy double tapet rakok az RPD-re. Miért? Mert olyan tetű gyorsan kidarálja a tálat a double tap. És gondold végig, hogy ha tegyük fel, 55, kb. 55 golyóból tudsz leszedni egy helikoptert egy RPD-vel, stopping power vagy stopping power nélkül, de double tappel az az 55 golyó fele annyi idő alatt jön ki. És ez azt eredményezi, hogyha minden golyót talál, double tappel 3 másodperc alatt szeded le az ellenfél heliét. Értitek? De tehát shipmentre beviszel egy double tap-os RPD-t, már OP vagy, és hogyha az ellenfél behív egy helit, 3 másodperc alatt le tudsz szedni a helit, még be se ér a pályára, de te már leszeded a helit, értitek, amit mondok? 3 másodperc alatt. Szóval ez nagyon rövid idő. A double tap RPD kombinációja gyakorlatilag elpusztítja a helit 3 másodperc alatt, tehát kb. 3 másodperc alatt lelövi a helit, és ez az egyik
hanem a legeffektívebb. Nem azért, mert erősebbet lősz a double tap-on, hanem mert gyorsabban lövöd ki azokat a golyókat, és rövid idő alatt tudod leszedni a helikoptert. Tehát ezek lennének a helikopter tipjeim, hölgyeim és uraim. Remélem, hogy tetszett a videó. Tehát az egyik az, hogy RPG, majd utána meglövöd a sima fegyvereddel, mert az RPG sebez rá 100-at, Sonic Boom ide vagy oda, Stopping Power ide vagy mindegy, 1000-et rá fog sebezni az RPG, 100-attel elősz a gépfegyvereddel, vagy hogyha egy olyan pályáról van szó, mint egy Shipment vagy egy Kill House, ami esetleg a későbbiekben fog jönni Code 4 Remasterben, akkor egy RPD double tap-pal eleve OP leszel az ellenfélre nézve, és hogyha az ellenfél beéve helikoptert, akkor 3 másodperc és a helikopter le van zuhanva. Ez lett volna talán az egyik legértékesebb információ, belsős információ Code 4-gyel kapcsolatban, illetve Code 4 Remasterrel kapcsolatban, úgyhogy illik megosztani a videót több milliárd embernek ezen a földön, na jó van, csak vicceltem, ne osszátok meg ezt a videót túl sok embernek, mert még a végén értitek. Na, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, következő videóig, sziasztok!